Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Három kérdésben kellett döntést hoznia a nyári szünet ellenére a város önkormányzati testületének, így rendkívüli ülésre került sor. A képviselők szavazatai alapján pályázatot nyújt be a város az Euromóka Fesztivál megrendezésére, a művelődési központ fejlesztésének folytatására és az iskola energetikai korszerűsítésére. Annak ellenére, hogy most nyári szünet van, a bátaszéki önkormányzatban olyan helyzet alakult, hogy rendkívüli ülés megtartására volt szükség. Három napnyi pontban kellett döntést hozniuk a képviselőtestület tagjainak. Az Európai Unióhoz fordulunk, és benyújtunk egy pályázatot az Európa Polgárokért címe meghirdetett kiírásra. Annak érdekében, hogy 2020-ban úgy gondoljuk, hogy szeretnénk házigazdái lenni a klasszikus Euromóka játékoknak, melyet szeretnénk összekötni a városnapjával, és a rendezvényhez megszervezéséhez szükséges költségeket szeretnénk pályázati úton előteremteni, illetve hát hozzá rendelni annak érdekében, hogy minél kevesebb városi forrás kelljen a rendezvény lebonyolításához biztosítani. 1992 óta vagyunk ennek a játéknak a részesei. Biztosan sokan emlékeznek a Játék határok nélkül című játékra, egy kicsit hasonló jellegű, hiszen német, francia, belga, angol, szlovák, illetve román testvértelepülések fiataljaiban álló 10 fős csapatok egy játékos sportvetélkedő keretében mérik össze a tudásukat, úgyhogy mellette ismerkednek, gyakorolják a nyelvet, és hát jól érzik magukat 3 napig az éppen aktuális helyszínen, ami 2020-ban reményeink szerint bátaszék lesz. Bár az elmúlt ciklus jelentős fejlődést hozott a közművelődési intézmények infrastruktúrájában, hiszen fejlesztésen esett át a könyvtár és a művelődési ház is, mindenre nem jutott forrás. Most lehetőség nyílik a Petőfi Sándor Művelődési Ház további modernizálására. Egy érdekeltségnövelő pályázatot nyújtunk be a Petőfi Sándor Művelődési Ház eszközeinek fejlesztése, bővítése érdekében. Elsősorban színházi székeket szeretnénk vásárolni annak érdekében, hogy korszerűbb és kényelmesebb feltételeket tudjunk biztosítani a bátaszéki művelődési házban a színházi előadásokhoz. Ez egy 2,6 millió forintos pályázati főösszegű pályázat, melyhez 550 ezer forint önkormányzati támogatást is biztosítunk. A nyer a pályázat rövidesen a mainál kényelmesebb körülmények között fogadhatja a látogatókat az intézmény, hiszen a forrás székek vásárlására fordítódik majd. Ugyancsak az elmúlt időszak eredménye, hogy a város intézményei jelentős energetikai korszerűsítésen estek át. A rendkívüli közgyűlés a Kanizsai Dorottya általános iskola korszerűsítése mellett tette le a voksát. Folytatni szeretnénk a városon belül az energetikai korszerűsítéseket, és a Kanizsai Dorottya általános iskola épületének energetikai korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot, illetve nyújtunk be pályázatot a mai nap folyamán. Egy 105 millió forintos főösszegű energetikai korszerűsítést szeretnénk végrehajtani, amiben a mellettünk lévő sárga épületnek a homlokzat szigetelése, tetőszigetelése, napelemeknek a felhelyezése történne meg. Ehhez mintegy 8,8 millió forint önerőt biztosítunk. Ugye egy döntésnek megfelelően az oktatási épületeknek a fenntartása és üzemeltetése már a tankerület feladata, de a város mindig is fontosnak tartotta, hogy mivel bátaszéki gyermekek járnak ide, a bátaszéki gyermekek feltételeit kell, és az itt dolgozók feltételeit szeretnénk javítani. Kérdés nem volt, hogy ezt a pályázatot az önkormányzat benyújtja, és ha támogatják, akkor meg is kívánjuk majd valósítani. Újabb források segítik a tűzoltók technikai parkjának fejlesztését, jelentette be Bóta Gyula bátaszék tűzoltó parancsnoka. A lánglovagok egyéb iránt jelentős figyelmet fordítanak az utánpótlásra is, éppen ezért a közeljövőben több rendezvényre is sor kerül, ahol a cél a gyerekek érzékenyítése a tűzoltói munka iránt. Amióta átalakult a városi hivatásos tűzoltóság bátaszéken, több esetben sikerült a technikai parkot is fejleszteni. A napokban újabb lehetőségről kapott értesítést a parancsnok.
A Beltaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület közel 4,1 millió forint technikai eszközre nyerte pályázati úton, illetve ami nagyon-nagyon jó hír, hogy a Beltaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület is egy 750 ezer forintos szintén BMOKF pályázatot nyert, amit gyakorlatilag ezt a teljes 5 millió forintot az eszközparkunk fejlesztésére fogjuk tudni fordítani. Folyamatosan ugye a tűzoltó tömlőket kell cserélni, hiszen elhasználódnak bevetési ruhákat, sisakokat, illetőleg ami nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két feszítővágó berendezésünk, mind az öteszeren, mind pedig az egyes szerünkön betöltötte a 10 évet, a tömlőket ki kell cserélni. Ezek sajnos igen költséges, tehát az egyik az 1,5 millió forint, a másik pedig közel 850 ezer forintos összeget tesz ki, és ezt mindenképpen fel fogjuk tudni újítani, hogy az elkövetkezendő 10 évben is tudjuk ezeket az eszközöket használni. A technikai fejlesztés elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez, ám itt is, mint máshol a világban sokfelé, az emberi tényező is meghatározó. Bátaszéken régóta tudott, hogy öregszik az állomány, és hogy szükség van az utánpótlás kinevelésére. A diák tűzoltóságot, az önkéntes tűzoltó egyesület diák tagozatát azt teljesen újra szerveztük. Jelen pillanatban 10 stabil fővel tudunk dolgozni, és szeptember 13-án pénteken csinálunk egy nyílt napot a diák tűzoltóknak. Megpromózunk egy picit a Facebook oldalunkon, illetve a honlapon, ide várjuk azokat az érdeklődő gyerekeket, akik szeretnének hetente egy alkalommal diák tűzoltó foglalkozáson részt venni. Azt lehet mondani, hogy tehát a nagy átlag, a Pareto elv az itt is játszik, tehát a 80%-uk ugye ők egyetemre, főiskolára el fognak menni, viszont a 20%-uk itt marad tűzoltónak, és erre nagyon nagy szükségünk van Beltaszék viszonylatában, hiszen sajnos az állomány az korosodik. Idén először rendezzük meg az első beltaszéki tűzoltó aszfalt rajzversenyt a Hunyadi utcában a tűzoltóság előtt. Ott a burkolat teljesen alkalmas arra, hogy egy 2 méter x 3 méteres betonplacra a gyerekek tudnak rajzolni. Három korcsoportot szeretnénk indítani, egy óvodás, egy alsó tagozatos, illetve egy felső tagozatos korcsoportot. 4 fős csapatokban gondolkodunk, másfél óra lesz a pályázat, tehát maga a pályamunkának az elkészítésére, és hát természetesen díjazni fogjuk a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy ez abból a szempontból jó, hogy mi is kapunk egy kicsike képet arról, hogy a gyerekek hogyan látnak bennünket, hiszen nap mint nap az óvoda előtt megyünk el szirénával, kék lámpával. Nagyon aranyosak, mindig oda szaladnak a kerítéshez, és integetnek nekünk. Mi egy picikét úgy érezzük, hogy így hősként tekintenek ránk, szeretnénk ezt látni a pályamunkákban is. Az elmúlt 2 esztendőben jelentős fejlesztésen esett át a közel 30 esztendős Kalász János városi sportcsarnok. Bár a modernizáció jót tesz a csarnoknak, a város igényei már túlnőttek a csarnokon. A város a lehetőségeket kihasználva próbálja korszerűbbé tenni a létesítményt, de a kibővítéséhez állami forrásokra lenne szükség. Tavaly esztendőben a kiépítésre kerültek, megépítésre kerültek azok a menekülő ajtók, ami ezen a homlokzati falon 5 darab, illetve a bejárati ajtóknak az átépítése, ami ahhoz kellett, hogy 800 fő egyidejű kimenekítéséhez szükséges feltételeket meg tudjuk teremteni. Ugye ezek úgynevezett pánikajtók, tehát ha esetleg valami baj lenne a rendezvény területén belül, akkor ezek gyakorlatilag egy mozdulattal nyithatók, és 800 ember a jogszabály meghatározott időn belül el tudja hagyni a belső helyiséget. Ugye a fizikai kiépítés megtörtént, az elektromos kiépítés, ahogy említettem, az is folyamatban van. Egy saját akkumulátoros rendszerrel fogjuk a irányfényeket kiépíteni annak érdekében, hogy ha áramszünet vagy bármilyen esemény van, akkor is meglegyen gyakorlatilag a tájékozódási pontja azoknak, akiknek az ott esetben a helyiséget azonnal el kell hagyni. Az elmúlt esztendőben többször számolhattunk már be azokról a munkálatokról, melyek a Kalász János városi sportcsarnok felújításáról szóltak. Az intézmény gyakorlatilag teljes kihasználtsággal működik, és az elmúlt 30 évben keveset költöttek a korszerűbbé tételére. Az elmúlt 2 esztendőben azonban a lehetőségek adta keretek között modernizálódhatott a küzdőtér és a befogadó helyiségek. A város életében nagyon fontos szerepet tölt be ez a létesítmény, hiszen amellett, hogy mint sportlétesítmény kiszolgálja az oktatási intézményeknek a sportfoglalkozásait, szakköreit, kiszolgálja gyakorlatilag a Beltaszéki Sportegyesület keretében működő szakosztályok tevékenységét. Egyéb feladatokat is ellát, hiszen rendezvénytérként is funkcionál. 2018-ban kezdtük meg egy nagy átfogó felújítás
keretében a létesítménynek a megújítását, hiszen 1983-ban épült. 20 millió forintot nyertünk a központi költségvetésből, és a város ezen felül még közel 46 millió forintot biztosított a tavalyi esztendőben a létesítmény felújítására, amelyben a padozat megújult, többek között a küzdőtér padozata és egyéb felújítási munkálatokat végeztünk, melyet ebben az esztendőben is folytatni kellett, hiszen felújítottuk gyakorlatilag a csarnokon belül a térelválasztó függönyöket, és itt a nyár folyamán mintegy 7 millió forint értében végzünk még egyéb felújítási és karbantartási munkákat, hiszen a homlokzat megújult az elmúlt napokban, de a rendezvények megtartásához szükséges menekülő útvonalak fizikai kialakítása is meg fog történni, az elektromos kialakításokat is megtesszük, hiszen a terelőfényeket is biztosítani kell a csarnokon belül. Az aula padlóburkolatát újítjuk még föl ebben az esztendőben, és hát maradnak még feladatok a 2020-as esztendőre, hiszen egyik öltöző felújítása is még indokoltá válik. Így összességében azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakot figyelembe véve, hát közel olyan 80-90 millió forint körül összeg került ráfordításra a Kalász János városi sportcsarnokra, mely mindenképpen szükséges volt, hiszen a város életében, mint említettem, nagyon fontos szerepet tölt be. Attól, hogy korszerűbb, még méreteit és kihasználtságát tekintve, már kicsi a városi igényekhez mérten a csarnok. Arra, hogy saját forrásból bővítse, nincs forrása az önkormányzatnak, ez messze meghaladja a lehetőségeinket, mondta Bozsolik Róbert. Maga a csarnok ezt a megnövekedett sportolási igényt nagyon nehezen tudja már kiszolgálni. Már gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne bővíteni a sportereket. Tervek is készültek az elmúlt esztendőben egy hozzáépítésnek a lehetőségéről. Hát ezt viszont központi segítség nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani. Ennek ellenére a bátaszéki karatésok sikeres nemzetközi szereplése után Nagy Ákos vezetőedző kapta a feladatot a magyarországi Európa-bajnokság megszervezésére. A hírek szerint a Karate Szövetség támogatna egy önálló edzőterem kialakítását is, amire bátaszék is kapható. Így várhatóan önálló létesítménye lesz a bátaszéki karatésoknak. Extrém sportokat próbálhattak ki a bátaszéki gondozási központ nyárzáró kirándulásán résztvevő gyerekek, megmászhatták a Mórágyi gránit sziklát, mászhattak és kötélpályán is csúszhattak, amiben ipari alpinisták és tűzoltók is segítettek nekik. A gondozási központ munkatársai egész nyáron szerveztek kirándulásokat a városban élő gyerekeknek, hogy tartalmas szünidőt biztosítsanak nekik. Na mehetsz fölfele! Nem ott! Nem a kötelet húzod, ott szélén, szépen a falba kapaszkodsz, a kötelet azt nem fogod. Elsőre elkelt egy kis segítség, de a legbátrabb gyerekek könnyedén vágtak neki a Mórágyi gránitrög megmászásának és a kötélpályának is. Biztonságban voltak, a profi hegymászó eszközök mellett szakképzett ipari alpinisták és tűzoltó is segített neki. Nekem legjobban a csúszkapálya tetszett. Én már kettőször lecsúsztam, az elején egy picit féltem, de nagyon jó volt ott a magasban, olyan volt, mintha repültem volna. Hát én még nem csúsztam, de szeretnék. Komolyan nem fél? Hát egy kicsit. Biciklivel jöttek a gyerekek, illetve két autóval kísértük őket. Ahogy láthatjátok, itt van sziklamászás, tehát erre is van lehetőségük, illetve van itt egy csúszkapálya, amit a bátrabbak használhatnak. Ezen kívül volt még délelőtt egy róka és egy nyuszi vadászat. Két csoportra osztottuk a gyerekeket, és így próbáltuk őket lekötni és színesebbé tenni a programot. A Mórágyi sziklafalhoz több mint 20 gyereket tudtak most elvinni a bátaszéki gondozási központ munkatársai. A kerékpár túrával egybekötött egész délelőttös programokat nagyon élvezték a résztvevők. Hát nekem azt tetszett a legjobban, hogy ugye hát lehetett sokat játszani, meg ugye az a nyuszi és róka keresés, az nagyon jó volt. De ez a kötélpálya, a sütés, álmászás, a rókavadászat tetszett.
A gondozási központnál dolgozók június óta a nyár minden hetén szerveztek kirándulásokat a Bártaszéken és a környékén élő gyerekeknek, hogy a szünideik tartalmasan teljen és hogy közösségben legyenek a vakáció alatt. Mi voltunk kézműves foglalkozáson, a fürdőbe, meg ilyesmi helyeken. Volt még ilyen kötélpályás, az baján volt, ott még uszodás, volt még egy ilyen kézműves, volt ilyen, mikor voltunk az állatoknál, ott nem volt ilyen kerítés, voltunk fürödni, azt ez még tudok játszani mindenkivel, és kielveszhetem a nyarat. Ez az utolsó programunk, ez a záró program. Hát összesen 10 programunk volt a tanévzáró ünnepséget követően. Hát ez nagyon változatos volt. Voltunk fürdeni, volt kézműves foglalkozás, voltunk kalandparkba, voltunk a játszótéren, kutyaterápiás foglalkozás volt. Tehát nagyon-nagyon színes programokat osztunk nekik össze. A bátaszéki gyerekek nyárzáró morányi kirándulása szalonnasütéssel és a hazafelé tartó kerékpártúrával ért véget. Az egykori Józsefalvára, a bukominai magyar falvak egyikére, illetve annak búcsújára emlékezett a székelység. Az ünnep a népcsoport életében kiemelkedő jelentőséggel bírt, hiszen ilyenkor sokan látogattak haza, akár csak most Bátaszékre. Józsefalván Bukovinában a székelység vallásos volt. A templom mellett és az egyházi ünnepek mellett, valamint a lakodalom után a búcsú volt a legfontosabb dolog. Ezek néha több napon át tartottak, és ilyenkor összegyűltek a faluban elment, és ott maradt rokonok, barátok, ismerősök, katonatársak, és jól érezték magukat egymás társaságában. Ezt a szokást a székelyek a mai napig őrzik. Ennek megfelelően augusztus 20-a környékén az új kenyérém és az államalapítás ünnepe mellett a régi szokás felelevenítésére, a hagyomány további értetésére is felhasználják. Mindig azt terveztük, hogy bukovinai székelyek lévén, és már talán 34 faluba is, településen is vannak székelyek, hogy időnként meghívunk valakit, valakiket, hogy ők is mutassák be, amit szoktak előadni. Tavaly az izményiek voltak, és a kis volt még a sombelekiek, idén a garaiakat hívtuk. A bátaszéki székelyek idén kapták meg tevékenységükért a Próbódbe emlékélmet azért a munkáért, amelyet az itt élő székelyek hagyományaiért és szokásaik életben tartásáért tesznek. Ebbe a sorba illik bele a búcsú megszervezése is, mely idén is összehozta a megyében széttorva élő székelységet. Thank you.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!